Köszöntök minden kedves nézőt, én Bereznai Dani vagyok, és ahogy a címből láthatjátok, ebben a most nem annyira elnyújtott videóban, mint az előző, egy kicsit szeretném összefoglalni az F1 eSport világbajnokságának a második fordulóját, ahol ugyanúgy, mint az elsőben, a 3-ból 2 versenyen versenyezhettem, és óriási változás volt az elsőhöz képest, hogy nem otthonról versenyeztem, hanem kint a csapat főhadiszállásáról. Aki esetleg nem értené, hogy miért emelem ezt ki ennyire, annak szeretném elmesélni, hogy az F1 eSport történelme 2017-hez vezethető vissza, akkor indult el ez a széria, és 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben mindvégig LAN volt a bajnokság, ami azt jelenti, hogy fizikailag össze vannak kötve a számítógépek, és egy nagy arénában élő közönséggel, élő közvetítéssel, élő kommentátorokkal játszott együtt ugyanazon a felszerelésen az összes játékos. A legnagyobb e-sport bajnokságok ilyenek, Magyarországon például a V4 Future Sports Festival többször is megrendezésre került, az adja át az igazi e-sport hangulatot, és szerintem az a legigazságosabb versenykörnyezet is. Ugye 2020-ban elég nagyot változott a koronavírussal sajnos a világ, és hát a legtöbb valódi munka home office-ba került, amit transferálni lehetett, és az e-sport, mivel végül is csak számítógépről játszunk, elkezdte azt, hogy otthonról játszanak a játékosok. Amit viszont sosem szerettem a világban, az az, hogy sokszor meglátják a cégek a lehetőséget, hogy hol spóroljanak, hozzászoktatják az embereket a kevesebbhez, és most szerintem már 2022-ben lenne lehetőség biztonságosan újra LAN-t szervezni, ennek ellenére még most is otthonról zajlik a bajnokság. Ez persze nem jelent mindenkinek otthont, ugyanis vannak olyan csapatok, akik pilótáinak otthona gyakorlatilag a főhadiszállás, és az első eseményen, ahogy már említettem, otthonról játszottam, de a második eseményen az Alfa Romeo főhadiszállásáról játszottam, és nem csak a néhány versenynapra utaztam ki Svájcba, ott van ugyanis a Zauber Factory, hanem már 10 nappal előtte külföldön voltam, ugyanis hiába ugyanaz a felszerelés adatott meg ott is, mint itthon, a környezethez hozzá kell szokni, amikor 1000 másodpercek döntenek, akkor nem tehetjük meg azt, hogy nem teszteljük le elég alaposan az ottani dolgokat, viszont mivel ennyit kint voltam, rengeteg nagy-nagy élményben volt ott részem, szóval eredményektől függetlenül ezekről is mindenképpen szeretnék mesélni, ugyanis mindenféle egoizmus nélkül, inkább hálásan kifejezve, mint Forma 1-es rajongó szerintem olyan dolgokat élhetek át, így az e-sportnak köszönhetően, amit Magyarországon mindössze néhány ember élt meg a történelemben. Beszéljünk viszont akkor a versenyekről. Ahogy már felvezettem, 3 versenyből 2-n versenyeztem, én Ausztriában és Spában versenyeztem, és a harmadik futam Hollandia volt, ahol a csapattársam Tomek Poradzisz egy lengyel fiatal tehetség versenyzett, aki amúgy tavaly megnyerte az F1 eSport kvalifikációt, magyarul a világon az összes nem F1 eSportoló közül ő volt a legjobb, de idén még ő sem szerzett pontot, és hát visszaesett a tempója, óriásikat változnak a játékok évről évre. Én is lehet, hogy ennek vagyok talán a vesztese, de az is lehet, hogy csak erősödik a mezőny, ezt nagyon-nagyon nehéz lekövetni, de gyakorlatilag minden évben meg kell tanulni újra autóversenyezni, próbál nyilván a játék közelebb kerülni a valósághoz, ettől függetlenül még mindig játék marad, nem ez a legéletűbb szimulátor, ezt mindig sokan megírják nekem, de nem jelentős az, hogy most 95%-ra vagy 99%-ra van a valóságtól, ugyanis vezetni ugyanúgy kormánnyal, pedállal kell, ugyanúgy ki kell hozni az autóból a maximumot a valós versenypályákon, egészen élethű vezetési stílussal, nyilván az autóbeállítások nem működnek olyan élethűen, és a rázókövek nem működnek olyan élethűen, a fű például nem annyira élethű, de ez a vezetési képességeknek egy minimális szelete. Több mint 300 000 versenyző jelentkezett ebbe a szériába idén. Már az is csoda, hogy a legjobb 20-ban 2 magyar van, nem csak én, hanem Sipos Patrik is. És hogy nem vagyok egoista, amikor azt mondom, hogy ez a világ legnehezebb autóversenyzős e-sport bajnoksága, akkor szerintem elég bevágnom ezt a screenshotot nektek, Zandvoortban 15 ember volt egy tized másodpercen belül, sőt, 800 másodpercen belül. Egészen elképesztő, és a szüleim mindig azt mondják erre, hogy szerencse, ez már nem lehet kiszámítható, de képzeljétek el, mindig ugyanazok az emberek vannak ezeknek az ezred másodperces tabelláknak az élén, és az nem lehet nyilván véletlen. Ezek az ezred másodpercek, amikért nap mint nap küzdünk, a legtöbb versenyző úgy kell fel, hogy a tegnapi önmagánál szeretné jobb lenni, és ez az, amikor az emberi képességek, az emberi vezetés határához jutunk el. Nagyon sok támadást kapott az a hangzatos kijelentésem, amikor azt mondtam, hogy nekünk jobban a határon kell vezetni, mint például Lewis Hamiltonnak, és nem hibázhatunk annyit, mint Lewis Hamilton. Ezzel én sosem azt akartam mondani, hogy a valóság könnyebb lenne, mert egyáltalán nem könnyebb, sokkal nehezebb, mint amit mi csinálunk, és ott mindössze 3 szabadedzés van egy hétvége alatt, nyilván a valódi sérülésveszély is benne van, szóval nem lehet ész nélkül folyamatosan a határokat reszkírozni, és nincs is annyi idő, hogy eljusson egy csapat vagy egy versenyző a pálya adott határáig. Ugye mi csak egy pályára egy héten simán gyakorlunk 40-50 órát, ha van 3 hét felkészülni, akkor minden pályára simán gyakorlunk 50 órát, ugye a 3 fordulós, vagy 3 versenyes fordulókra, szóval sokkal jobb autóbeállításokkal megyünk, mint a valóságban, sokkal jobban benne van az izommemóriánkban, sokkal kevesebb a változó körülmény, sokkal több dolgot le tudunk tesztelni, de maga a vezetésünk az nyilván közelebb áll a fizika határához, pont ezért is, mint a valóságban is, és nem azért, mert nincs kockázat, mert egy valódi versenyző sem annyira gondol a kockázatra, és ha nekem mutattok egyetlen egy olyan F1 eSport futamot, az elmúlt 4 évből, ahol egy versenyző magától összetöri az autót, nem versenybalesetben, csak mert eldobja, mert annyira nyomja, akkor kezet fogok veletek, mert amúgy ilyen nem történt, szóval mi sem lottózunk gyakorlatilag, hanem nyilvánvalóan próbáljuk a határokat alulról, élethű módon építeni, mintha a valóságban versenyeznénk. De nem is ez a lényeg, csak azt akartam elmondani ezzel, hogy hiába nagyon szoros a mezőny, higgyétek el, ez nem véletlen, és hatalmas tisztelet övezi részemről azokat az embereket, akik konzisztensen a mezőny elejét képzik, ugyanis higgyétek el, ez nem egy egyszerű teljesítmény. Van, aki kevesebbet gyakorol, mint én, de tehetségesebb, valaki talán még többet gyakorol, mint én, és tehetségesebb is, van, aki nem tehetségesebb, de nem izgul egyáltalán, is a versenynapon jól teljesít, de azt hiszem a legtöbb versenysorozat ilyen. Beszéljünk viszont a futamokról. Ugye az első eventem nem sikerült túl jól, Bahrainben lett volna esély a pontszerzésre, a 14. helyről rajtolva egy remek stratégiával, csapattársam a 18-ról lett 9, úgyhogy lassabb volt, mint én, de ugye ott letörték a szárnyam, előttem összeütköztek ketten, és nem bírtam egyszerűen elkerülni a balesetet. Azóta is sajnálom, hogy arról nincs felvételem. Nagyon szívesen visszanézném én is, nagyon szívesen megmutatnám nektek, de az az egy forduló, ahol nem működött a felvevő programom, és nyilvánvalóan a versenyzés volt a prioritás, azt nem tudtam nektek megmutatni. Utána jött Silverstone, ahol szimplán elizgultam az időmérőt, Q1-ből továbbjutó körön voltam, de az utolsó szektorban ott hagytam mindent, és mindössze 200 másodperccel lecsúsztam már a Q2-es továbbjutásról, nem rajtoltam előről, 17-ről, és 17 is lettem a vonatban, megpróbáltam kockáztatni, nem jött össze a stratégia, nem voltam talán elég jó én sem, nem volt jó a végsebességünk az előzéshez, nem szereztem pontot. A harmadik futamon, ugye csapattársam versenyzett helyettem, Imolában ő sem szerzett pontot, de erről részletesebben beszéltem. Ezen az eseményen viszont Ausztriát és Spát egészen kedveltem, jó pályák voltak, sőt Spa az a pálya, ahol már 2 futamgyőzelmem van, az a pálya, ahol megszereztem életem első futamgyőzelmét, az a pálya, ahol az összes eddigi e-sport versenyen, ahol célba értem, dobugóra értem. Szóval nyilvánvalóan nagyon-nagyon optimista voltam, nagyon sokat gyakoroltam, de sajnos úgy látszik, hogy ez az év még az ilyen pályákon is mindennél nehezebb, ugyanis minimálisan, és egy kanyaron ment el, Le Combsban visszaidézem, de már a Q3-ról lecsúsztam, szóval csak a 13. helyről kezdhettem meg ott a versenyt. Spában amúgy, hogy csak tudjátok, hogy nem a fellegekbe beszélek, és az a múltkori videó, amikor mondtam, hogy izgulok, az nem egyszerű kifogáskeresés volt. Sokan írják, hogy ne fogjam mindig izgulásra, meg másra. Szimplán már nem vagyok olyan jó, mint régen. akkor tanácsolnám ezeknek a kritikusoknak, hogy nézzék meg a közvetítést, ugyanis a pole kör az egy pont 4-es kör volt Freddytől, ami több mint 1 másodperccel ért pole pozíciót azon a versenypályán. Hát Spában én gyakorláson pont 3-akat is tudtam menni, pont 3 legelét, sőt pont 2 is a alapok közt volt, szóval a top 4-től ilyen 0,2-del jobb kört mentem. Persze ők is jót mentek a gyakorláson, jobbat, mint amiket futottak élesben. Nyilván élesben mindenki egy kicsit óvatosabb, de nem annyival, megint nem annyival vesztett a mezőny az izgulás és a stresszhelyzet alatt a saját egyéni legjobb köreikhez képest, mint én. Elég őszinték az e-sportolók egymás közt, főleg a fordulók után, amikor nincs mit titkolni, és hát a csapattársaimat is látom, és az én egyéni legjobb köröm, amit mutatok is most nektek ezekben a pillanatokban a képernyőm, a legjobbak közé tartozik, a legjobb 3 kör közé tartozik. Azt hiszem 3 alá sosem ment be senki, és én 3-10-et mentem, szóval ha valaki is gyorsabb volt nálam egy picivel, az max pár ezreddel lehetett, és ez is csak Freddy, Thomas Ronhár és ennyi az egész mezőnyben. Szóval megint óriási potenciálra rendelkeztem, és megint nem tudtam kihasználni, de már láttam egy kis fejlődést ugye a stressz menedzsmentben az előző fordulókhoz képest, szóval nem voltam annyira csalódott a verseny megkezdtével. És utána jött a verseny Spában, 13. helyről jól kaptam el a rajtot, de nem volt nagyon helyem helyezkedni, és itt is láthatjátok a felvételeket. És srácok, már a rajtnál meglöktek, megint ugyanezt történik. Azért mondom, hogy megint, mert majd az Ausztria futamot is láthatjátok. És nem tűnik nagynak, mert utána amúgy egy nagyon-nagyon szép előzéssel visszaszereztem az elvesztett pozíciót, de ezzel mind gumit pazarolsz, mind airset pazarolsz, ugye az elektromos rásegítés, az akkumulátorod folyamatosan merül a verseny alatt is, persze töltődik is vissza, de be kell osztanod. Nagyon könnyű lemeríteni, annál nehezebb visszatölteni. És utána volt még néhány tök fölösleges csatám olyan emberekkel, akik frissebb gumikkal rajtoltak mögöttem. Magamat is egy picit hibáztatom, például Sipos Patrik ellen nem kellett volna talán ilyen agresszívan csatáznom. Ővele ugyanis volt, hogy kiszoroltunk az előttünk lévő DRS-éből, úgy csatáztunk. Csak azt hittem, kevesebb időveszteséggel ki tudom védekezni, és tudtam, hogy a közepes gumiai, amik ugye lágyabb, mint az én keményeim, amivel rajtoltam, hamar elfogynak majd, és nem szerettem volna, hogy az etap végén feltartson esetleg engem, és amiatt a saját stratégiám negatívan legyen befolyásolva, de viszonylag hamar kiment, az elévágásra ment rá. És nyilván ezt nem tudhattam előre, de összességében így visszanézve a médiumok tempóját és tudva a gyakorlásoktól, az nem egy olyan harc volt, amit ennyire erőltetnem kellett volna. És konkrétan nem vesztettem vele se pozíciót, se időbeli hátrányt, mert a végén újra elkaptam a vonatot és követtem Fabrizio Donosót, de a boxba aztán 0% elektromos energiával mentem be, úgyhogy ha jobban megválogatom a csatáimat az első stintben, akkor 50-60%-os elektromos töltöttség lehetett volna az, amivel bemegyek a boxba, és majd annyival is távozom. Utána a box kiáraton történt egy figyelmetlenség, meg egy kis balszerencse is részemről. Nem tudom, hogy miért így szabályozzák, de nem figyelik a versenybírók, ha átvágod a box kiárati vonalat. De ugye minden ligafutamon, meg minden normális bajnokságban nem szabad átvágni. Ezt a mezőny néhány része kihasználja, nekem pont annyira nem járt az a fejemben, és sajnos nem emlékeztetett erre a mérnököm is, 1000 más dologra figyel ilyenkor az ember. És nem vágtam ott át kiáraton a vonalat, azért elég mérges vagyok magamra, és ott vesztettem talán egy fél tized másodpercet, és ha nézitek most a felvételt, látjátok, hogy ott pont a box kiárat után a DRS-t ilyen ezredek hiány nem kaptam meg az engem megelőzőtől. Ezért még több energiát kellett használnom, és tényleg újra lemerítettem magam. És utána voltak nagyon-nagyon szép előzéseim, és erről mutatok most nektek jeleneteket. Tényleg jó volt a felzárkózás, nekem volt az egyik legfrissebb gumim a mezőnyben, Dani Moreno volt az, aki mögülem egy körrel később állt ki, és a végén már láttam magam előtt a 10-et és a 11-et, egy másodpercen belül voltak, és frissebb volt náluk a gumim, és szerettem ezt a pályát, és és éreztem az autót, és jó volt a versenybeállítás, jó volt minden. De ugye a gumik összezárnak, hogy a gumi előny a stint legelén a legerősebb, és aztán amikor mindkettő nagyon kopott lesz, és az egyik csak kicsit kevésbé kopott, de szintén nagyon kopott, akkor kisebb lesz a gumi előny. És ugye az elektromos töltöttségem is nekem volt a legkisebb ebben a bolyban, talán Simon Wegeng és Fabrizio Donoso volt az, és egyszerűen nem tudtam megelőzni őket. Fabriciót megelőztem egy olyan ponton, ahol előztem már egy-kettőt, de már nem volt akkora tapadás előnyöm, hogy teljesen kihasználjam az ideális hívet. Meg kellett neki hagynom a sikámban a helyet. Ő aztán egy kicsit kiterelt a rázókőre, ami miatt rosszul gyorsítottam ki. Utána én is kitereltem őt a bukótérbe, és utána már reméltem, hogy megvan a pozíció, de fél másodperces hátrányból hiába nyithattam én is a DRS-t, visszajött rám ERC használatával, és megelőzött, pedig ha ott nem vesztem el azt a 11. helyet, hanem Fabriciót valahogy úgy meg tudom előzni, hogy ne előzzön vissza, akkor az utolsó körben azért még mindig volt tempó előnyöm, szerintem meg lehetett volna előzni a 10-et is, és akkor ott lehetett volna az egy pont, és annyira rossz volt látni, annyira szörnyű volt látni, hogy ott van előttem, van tempó, nekem van a legjobb gumim, de pont ahol előzni lehet az egyenesekben, ott már nem volt meg az a hibrid elektromos rásegítés, ami ehhez szükséges, ezért a kanyarokban előztem, de hát Spában szinte minden kanyar kombinációt követ egy hosszabb padlógázas szakasz, és visszaelőztek. Ha visszagondolok, azt csinálnám máshogy, hogy Fabriciót nem előzöm meg a buszmegállóban, hanem türelmesen kivárok, nem használok semmi erszet, és inkább akár liften kóstolok mögötte, ugye féktávon egy ilyen 3-4%-kal több energiát visszatölthettem volna. Rákoncentrálok mindenhol a kigyorsításokra, az első kanyarból is, meg aztán nyilvánvalóan a buszmegállóból is előtte, és akkor a kemmel egyenesbe hiába volt nekem kevesebb energiám, ha nagyon közelről tudtam volna őt követni felfel az orúzson, akkor ersz nélkül is tudom követni, és az egyenes végére nyomtam volna el azt a kis rásegítésemet, és a tapadás előnyömmel meg kívülről körbeutózhattam volna, vagy belülről megelőzhettem volna a lökomszba érve. Csak ugye azért akartam őt már megelőzni korábban, mert ugye fogytak a körök, és az lett volna a terv, hogyha a buszmegállóban magabiztosan el tudok mellette menni, mint mondjuk Marcel Kiefer mellett, amit szintén láthattatok manővert, akkor a kemmel egyenesben már a 10-re közeledtem volna rá, és nyilván ott nem tudtam volna őt megelőzni, az utolsó körre hangoltam volna, de már elkezdhettem volna az utolsó körre spórolni, készíteni, olyan közelről követni, amilyen közelről csak tudom a 10-et, és akkor pont az utolsó körre meg lehetett volna a pontszerzés, de visszagondolva, ha Fabriciót meg tudom rendesen előzni, és talán nem védekezik olyan brutálisan keményen ellenem, mert látja, hogy gyorsabb vagyok nála a kemmel egyenesben, és nem lesz mérges amiatt, mert kiterelem, mert amúgy simán lehet, hogy így bosszúban előzött, vissza nem tetszett számára az a manőver, akkor lehet másképp alakult volna, de hát ez egy dominó effektus, amit most kergetek, és nem tudhatom. Szóval végén 12. helyen intettek le a Spai futamon, ami nyilvánvalóan ezen a pályán óriási csalódás, de azt látva, hogy az első eventen normális versenyt sem tudtunk menni, valamilyen szintű előrelépés legalább, és azért bárhogy is nézzük, azon a pályán a 12. legjobb voltam az egész világon sok-sok ember közül, amiért hálás vagyok, és most már azért tényleg úgy állok hozzá a versenyeimhez, hogy nem tudom mikor mennyi lehetőségem van, próbálom kielvezni, és nyilván minden tőlem telhetőt megteszek, és akkor itt így a videó talán 20. percénél szeretném azt is kifejezni, hogy elképesztően hálás vagyok mindenkinek, aki rendületlenül még ezen időszakok alatt is szurkol nekem, azoknak is elképesztően hálás vagyok, aki követi a YouTube csatornámat is még pluszba, és nem csak a versenyeket nézi, hanem például itt van is hallgat, követi az élőadásaimat, esetleg kiemelt üzenetekkel támogat is, ugyanis higgyétek el, most sem állok a legjobban, de nélkületek még itt sem lehetnék, és tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a közösséget én szorgalmasan próbálom építeni, a pályafutásom kezdete óta, 2017 óta, heti rendszerességgel töltök fel tartalmakat, és úgy látom, hogy azért megvan ennek az eredménye. Bár mindig van olyan ember, aki okosabb, mint én, meg aki elmondja, hogy mennyire rosszul csinálok valamit, de mindig van olyan, aki bíztat, és aki elképesztő önzetlenségről tesz gyakorlatilag tanúvállomást napról napra, hétről hétre. Szóval, hát kérlek, maradjatok velem, ameddig élvezitek ezt, és ameddig egy kicsi értéket úgy gondoljátok, hogy tudok nektek adni, és nagyon-nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni. Ami az osztrák versenyt illeti, azért fejezem be azzal, mert annak rövidebb volt a története. Az időmérőn megint egy kanyaron ment el, ugyanúgy, mint Spában, kicsit túl óvatos voltam, nem volt látványos hibám, 3-4 méterrel fékeztem korábban az osztrák kettes kanyarba, érintettem picit belül a rázókövet, Spában ugyanúgy a lökom rázókövet érintettem az időmérőn, ugyanúgy 1 tizedet vesztettem mindkét helyen, úgyhogy le se csúsztam az ívről, kicsit lassabban mész be, mivel kicsit finomabban fékezel, már nem billen annyira előre az autó, már nem rotálódik annyira, érinted is a rázókövet belül, még alulkormányzottabb lesz, és utána a kigyorsítás is rossz. Ha csak kicsit korábban fékezel egy 3-4-5 méterrel, akkor már annyi a továbbjutásodnak, annyi a körödnek egy ilyen mezőnyben, tényleg abszolút a határokat kell súrolni. Ezzel szemben néha Ferstappenék úgy polcereznek, hogy hibázgatnak a körbe. Hát nyilván ez nem a valóság, ez már csak ilyen, itt azért sokkal több embernek van lehetősége versenyezni egymással, szóval matematikailag a mezőny mindenképpen kompetitívebb lesz, és kevesebb lesz a szórás, főleg úgy, hogy egyenlőek is az autók, de erről már a videó elején beszéltem, és 16. helyről kezdtem meg a versenyt, és utána esett az eső, esőben nem nagyon lehet előzni, nem lehet mit csinálni, felszáradó pálya volt, volt egy jó stratégiánk, de nem tudtam megvalósítani, ugyanis mindenki ugyanazt az inter-hard stratégiát csinálta, pedig volt egy medium-hard stratégiánk, ami nagyon jó lett volna a pálya pozíció szempontjából, biztos, hogy top 10-be lettem volna a box kiállásuk után vele, és utána már csak a védekezésemen múlt volna, hogy meg tudtam-e volna tartani a pozíciót, de végre pontszerző helyen lehettem volna, úgymond, és küzdhettem volna érte. Hát esőben ez egy nagyon unalmas, vonatos verseny volt, és ráadásul a verseny elején feljöttem 14-15-re, és erről is van videóklippem. Hátulról a rajtnál a hátulja mindig daráló, van néhány overambiciózus, nagyon fiatal, ugyanúgy, mint Spában, ahol beszúrtak mellém, harmadiknak is bemegyek, mint Verstappen a korai éveiben, nem számít, hogy már ketten vannak előttem a kanyarba, csak azért is bedugom az orrom, lesz, ami lesz is, és látjátok, kipöcköltek, és 4 pozíciót vesztettem, nem az én hibámból, és meg is büntették, aki kipöckölt, Spában is figyelmeztetést kapott, aki megpöckölt, ugye Bahreinben ütköztek előttem, Silverstone-ban szimlán lassú voltam, ott tartunk, hogy 3 futama a 4 futamomból olyan kontaktokkal végződött, vagy olyan kontaktok hátráltattak, és rontották az esélyeimet, miről abszolút nem tettem, annyit tehetek, hogy nyilván nem kell ide kvalifikálni magát az embernek. Azért nagyon-nagyon örülnék, ha még szigorúbbak lennének a bírók, egy kicsit érettebben tekintenének a versenyzésre a fiatalokat, mert én fiatalként is nagyon-nagyon tisztelettudóan versenyeztem, és lenne esély ennél azért tisztább, normálisabb versenyzésre, hátrébről is rajtolva. Ígértem azt, hogy ez nem lesz egy olyan hosszú videó, ígértem azt, hogy beszélek a Svájcban szerzett élményeimről. Hát srácok, az egy következő videó lesz majd, ugyanis képzeljétek el, élőben 40 mérnök közt néztem a futamot, a gyárban megint nagyon sok helyre ellátogathattunk. A kamera is pont kikapcsolt, már az is szeretné, hogy vége legyen a videó, szóval ez szerintem egy külön topik, egy külön videó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok az összefoglalómat, próbálkozok serényen, és remélem, hogy azért Újvári Máté pontszámánál nagyobbal távozhatok majd el a következő fordulók után, mert nyilván a részvétel is fontos, és örülök, hogy itt lehetek, de nem azért gyakorlok, hogy gyakorlatilag semmit se érjen, csak láttok körözni, de értéktelen pozíciókban. Ha tetszett és támogatnátok, a lájkot mindenképpen nyomjátok meg, a YouTube algoritmusainak rendkívül sokat boostol ez a csatornámon, és iratkozzatok fel a csatornára, ha nem lennétek, és kérlek, gyertek, nézzétek a live-omat, ha tudtok ti is játszani, vannak nézőjátékok, ahol be lehet csatlakozni, és mindenki, aki ezen felül még támogat, akár kedves szavakkal, akár bármi mással, annak örökre hálás leszek, és ahogy növök felfele, Remélem, hogy ezt majd egyre több nyeremény meg közösségi program formájában tapasztalni is fogjátok, és úgy gondoltok majd vissza rá, hogy megérte és megérdemelte. Sziasztok! Mutogattam amúgy a kamerába mindenféle hülyeséget itt az elköszönésnél, de amúgy ki van kapcsolva, szóval csak egy képet láttok rólam még, amikor sikeresebb voltam onnan.